amiben cukrot és ecetet teszünk. A Halas Tánc Együttes által szervezett első halasi disznótor díszvendége Kovács Lázár séf volt, aki fontosnak tartja az ilyen jellegű hagyományőrző rendezvényeket. Mint mondja, teljes mértékben egyet tud érteni a halasi szervezők célkitűzéseivel is. A hagyományőrzés egyébként arra jó, hogy tényleg tovább vigyük azokat az értékeinket, azokat a hagyományokat, amit egyébként meg kell mutatni a fiataloknak, és át kell adni az a fiatalabb generációnak, és most ezt egy ételen keresztül próbálom megtenni, hiszen hallottam már természetesen a halasi csipkéről, de a halasi savanyumájról még nem. Úgyhogy lejöttem, és a meghívásotokra, és így eleket teszek akkor ennek, hogy bemutassunk egy autentikus disznóvágást, mert megmondom őszintén, amit itt a Böllér, a Zsolti csinált, előadott, az tényleg, én még ilyen disznószúrást nem láttam, ilyen tisztát, ilyen autentikusat és ilyen szépet. A disznó meg se nyíkhan, szóval gratulálok neki ezúton is, és akkor megpróbálom kiegészíteni és felkutatni, el is készíteni ezt a receptet, a porcosabjából, füléből, órából lesz elkészítve a pörkölt. Ehhez külön el lesz készítve a hagymából egy ilyen cukros, ecetes lében nagyobb darabokra vágott hagyma, és a recept szerint, az eredeti recept szerint, ugye ez mellé van tálalva, tehát a pörkölt mellé a hagyma, és ez a hagyma, ez egy ilyen ecetes édeskés ízvilág, amit most megtudtam azért fogyasztottak, mert sok volt mindenkinek már a pálasz meg a zsír, és akkor ez egy ilyen könnyítő volt. Úgyhogy kiderül majd, hogy könnyít ez valójában. A séf főzés közben örömmel vette a rendezvény érdeklődőinek kritikáit, javaslatait. A kiskunhalasi recept pedig annyira elnyelte tetszését, hogy ez a fogás biztosan bekerül majd náluk is az otthoni fogások közé. Egyébként a májat én nagyon sokszor szoktam készíteni, sertésmájat, azért mert egyébként egyszerű, tele van D-vitaminnal, és változatosan el lehet készíteni. És ez egy nagyon jó recept egyébként, úgyhogy én is várom a végeredményt, hogy miért készítek. Említetted ugye, hogy tényleg hagyományőrző volt ez a disznóvágás. Mennyire van ez még meg vidéken? Hogy tapasztalod? Hát azért sok helyen van disznóvágás, pláne most, amikor 2-3 család összefog, és akkor szétdobnak egy disznót. Hát ez a pénzben is megéri, hangulata is van, meg hát az íz. Szóval, ha tudjuk a disznóról, mit evett, minden, ki nevelte föl, akkor azért más ízek jönnek elő, nem az, ami például most a bolti. Az végig érezhető volt, hogy Kovács Lázár nagyon jól érezte magát a halasiak társaságában. Ó, hát olyan, mintha hazajöttem volna. Hát tudja, hogy igazából én alföldi gyereknek tartom magam, hiszen szüleim Kunszentmártoni cserkeszölői származásúak, és hát itt egyből a citromuzsikával, a táncos lányokkal, akik meg ilyen szoros kezük van, itt a háttérben van, májat készítik elő. Szóval egyből otthon éreztem magamat, és hát ugye bevetettem magam a sűrűjébe. A Lázár által elkészített halasi savanyúmáj természetesen nagyon jól sikerült, és mint mondta, ha a jövőre is meghívják a szervezők, a helyi háziasszonyoktól kapott tippek segítségével újra gondolja majd ezt az ételt.